Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. A mai heti portréban folytatjuk a beszélgetést Havas Ágnes, nyugdíjas latin-francia szakos tanárnővel, aki túlélte az auschwitzi megsemmisítő tábort és könyvet írt saját történetéről. 3 hónapot töltöttek Auschwitzban, Jucival, az ikertestvérével, majd ugye átszállították önöket Weisswasserbe, a weisswasseri lágerbe. Hogy történt ez az átszállítás? Minket nagyon kiműveltek a régi foglyok. Tehát mi rövid idő alatt sokkal többet tudtunk Auschwitzról, mint azok, akikkel minket együtt szállítottak, akik maguk között voltak, és nem tudták, hogy hol vannak. Eltartott nekik egy ideig, amíg saját tapasztalatukból rájöttek. Minket pedig a régi foglyok, hogy így mondjam, az első héten kiműveltek, szóval mi mindent megtudhattunk, amit ők fontosnak tartottak elmondani, és ők nagyon fontosnak tartották, hogy empátia nélkül elmondják, hogy ez, kérem, ez egy nem munkatábor, ez megsemmisítő tábor, és annak megfelelően tessék védekezni. Tehát nem voltak, hogy így mondjam, tapintatos közlők, hanem azt mondták, hogy jobban jár a fogoly, ha gyorsan túlesik azon, amin túl kell neki esnie. Miután megszűnt az ikerkutatás, és nem volt konkrét munkánk abban az időben már, csak ott tengtünk-lengtünk a lágerbe, tehát hogy valamilyen más munkára majd tudtuk, hogy el fognak vinni. Megtudtuk ugyancsak a régi foglyok révén, akik mindenféle írnoki, meg egyéb beosztások révén, hát elég sokat megtudtak a dolgokról, hogy mindenféle belső németországi ipari üzemekbe, kisebb csoportokban szállítanak foglyokat, és minden jobb, mint Auschwitz. Tehát próbáljunk ilyen csoportba bejutni, mert csak innen el, az a legbiztosabb, pedig mindenki tudta, hogy kezdik kiüríteni a lágert, az oroszok közel vannak, tehát a láger felszabadulása nem nagyon hosszú időn belül be fog következni, de hogy addig mi történik, azt nem lehet tudni. Tehát minél előbb innen el. Tudtuk, hogy jönnek különböző emberek, akik válogatnak foglyokat németországi munkára. Ezeket meg lehetett ismerni. Jött egy civil ruhás ember, egy vagy két SS nő vagy férfi kíséretében, leállt egy blokk mellett, és akkor kezdte az arra jövők közül, vagy a sorba állók közül kiválogatni, hogy neki ki kell, mert ő tudta, hogy milyen munkára viszi őket, és az szerint kérdezgette, hogy otthon mit tanult, hol dolgozott, mit csinált, végignézte, hogy milyen fizikai állapotban van, és az szerint egyeseket külön állított, hogy ezeket fogja vinni, másokat meg nem. És még azt is tudni vélték az emberek, hogy ez jó transport lesz, vagy rossz transport, hogy ahova viszik, ott jobb vagy rosszabb körülmények várnak rájuk. És mikor hallottuk, hogy híre ment, hogy itt áll valaki, és válogat jó transportba, akkor rohantunk oda, hogy jelentkezzünk. És az első ilyen jelentkezésünknél lemaradtunk, mert valami 110 vagy 120 embert vittek, és mi már nem fértünk bele ebbe a csoportba, hanem a következőnél arról előbb hallottunk, hogy itt van egy ember, és válogat, és akkor rohantunk. És akkor még bekerültünk a transportba. Furán hangzik, de mi döntöttünk, hogy innen el akarunk kerülni, és hogy meg kell ragadni az alkalmat, és mi megragadtuk az alkalmat. Ez furán hangzik, mert Auschwitzban általában senkinek nem volt lehetősége arról, hogy döntsön. De mi itt tudatos döntés alapján rohantunk, hogy egy másik helyre kerüljünk, mikor tudtuk, hogy egy ilyen lehetőség van. És ugye a Weisswasseri lágerben is nagyon nehéz volt. Azt írja a könyvében, hogy az auschwitzi haláltábornál azért jobbak voltak messze menően. Nem lehetett összehasonlítani. Először is, mert meleg volt. Auschwitzban az volt a borzalmas már október végén, hogy nagyon hideg volt, és az a fűtés, az minden volt, csak nem fűtés. Ott meg lehetett fagyni egyszerűen bent a szálláshelyen, rettenetes hideg volt. Az appelt végigállni ugyancsak abban a hidegben, ott már október végén nagyon hideg tudott lenni. És akkor azt végigállni, hát az, hogy mondjam, az szinte kibírhatatlan volt. És Weisswasserben nagyon rövid appel volt, ott tényleg munkateljesítményt vártak, a gyár az elvárta, hogy mindenki nyújtson teljesítményt, meleg volt. Hát az SS nők azok olyanok voltak, mint mindenütt. Ott nem volt különbség. Én speciál pont a német munkás mellett dolgoztam. Mellettem már csak egy német munkás volt. Egyébként egy szimpatikus, öreg, már nyugdíjas korú, ilyen öreg szaki. Egy jóra való rendes ember volt. 1945. május első napjaiban szabadult fel a Weisswasseri láger. Ugye egyszer csak arra ébredtek, hogy az SS tisztek már nincsenek ott, elhagyták a lágert, és ezt követően szép lassan bevonultak a szovjet katonák a városba. Először, mielőtt a szovjetek bevonultak volna, megjelent a főmérnök, meg még néhány vezetője a gyárnak, de az, aki minket válogatott, nem volt köztük. Az nem volt, de a gyár főmérnöke jött, francia munkások jöttek vele, akikkel levelezés révén volt kapcsolat, és ezt még mi bonyolítottuk a levelezést, mert mi a kontrollba dolgoztunk, és így papírhoz jutottunk, és írószerszámhoz. Ezek a franciák, ezek nem foglyok voltak, de valamilyen módon kényszermunkások voltak mégis. És ezek jöttek a főmérnökkel együtt, kinyitották a lágerkaput, és közölték velünk, hogy ettől a perctől kezdve szabadok vagyunk, és oda mehetünk, ahova akarunk. És akkor még a szovjetek nem voltak bent, a németek közül nagyon sokan már menekültek, vagy éppen menekülés közben voltak, vagy már elmenekültek a városból, és abszolút kihaltnak és csöndesnek nézett ki a város. Volt egy ilyen 2-3 órás abszolút csend, és semmi sem mozdult. És utána valamikor kora délután jött be a szovjet hadsereg, és nagyon nagy tömegben, mindenféle járművel, részben gyalog, részben parasztszekére, részben autón, fegyveren, szóval vonultak be a városba. Ahol nem volt harc, mielőtt a bevonulás elkezdődött, egy óriási fehér zászló jelent meg egy középületen. És utána a következő percben, mikor megjelent a fehér zászló, utána indult meg a bevonulás a városba. És ott semmilyen harc nem volt. Érdekes módon előtte bombázás sem volt. Hát mi ott voltunk november elejétől május elejéig, egyetlen egy bombázás nem volt azon a részen, ahol mi voltunk. A gyárat sem bombázták, ez egy valamilyen hadüzem volt pedig. Önök pedig ugye úgy döntöttek az Iker testvérével, Jucival, hogy visszaindulnak Budapestre, és hát elég nehezen, de vissza is jutottak. Igen. Nem hazamentek Szentmihályra, hanem a belvárosba, ugye Dajcsékhoz, a gyerekkori barátnőjének a családjához. Miért oda mentek? Mert tudtuk, hogy senki nincs otthon. Hát mi annak teljes tudatában jöttünk haza, hogy a mi családunkból mi ketten maradtunk. Mi ennek a tudatában jöttünk haza, tehát nem volt miért Rákosszentmihályra menni. És ezért nem mentünk oda, hanem mentünk oda, ahol reméltük, hogy találunk valakit. Mert ennek azért volt némi valószínűsége, hogy a pestiek megmaradtak. Mert azért híreket kaptunk a franciákon keresztül. Sőt, a franciák, hogy mondjam, azok olyan módon beszéltek a budapesti ostromról, hogy ők természetesen erről rádióból értesültek, hogy mi azt hittük, hogy olyan állapotokat fogunk találni, mint amit Stalingrádról olvastunk. Úgyhogy ahhoz képest, hogy romos volt a város, de állt és élt, ahhoz képest nekünk egy örömteli meglepetés volt. És azért mentünk a dajcsékhoz. Minket nagyon meglepett, amikor kiderült, hogy a vidéki rokonok közül életben maradtak sokan. Nekünk kellemes meglepetés volt. Azt hittük, hogy ott sem maradt senki életben. Úgy indultunk haza. Könyvében leírja, hogy nagyon sok olyan deportált, de lágerekből visszatért emberrel találkozott, akik miután visszatértek Budapestre, azt mondták, hogy ők mennek tovább Palesztinába, mert nekik már nem maradt itt családjuk, és igazából nem köti őket már ide semmi. Önök az ikertestvérével nem gondolkodtak ezen, hiszen a szüleit, a nagymamáit elveszítették. Egy pillanatra nem jutott eszünkbe, hogy máshova menjünk. Hát mi nagyon kötöttünk az országhoz. A magyar irodalomhoz, a magyar művészethez, a magyar élethez, akármilyen is volt. Szóval ez a gondolat nem merült föl. Az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet ezt feldolgozni, hogy végül is ugye magyar csendőrök önökért mentek. Igen. Feltették önöket a marhavagonokba, elszállították önöket Auschwitzba, ahol meghalt az édesapjuk, a nagymamájuk. Ezt a kettősséget. Ezt a kettősséget. Nekünk egész addigi életünkben, tehát az előző években is, amikor már jelentős mértékben volt antiszemitizmus is Magyarországon, de nekünk mindig voltak keresztény barátnőink, tehát nem zsidó barátnőink. Nekünk nem volt olyan tapasztalatunk, hogy mindenki ellenséges. Nekünk olyan tapasztalatunk volt, hogy az az állam, az a rendszer, az ellenséges. De nem az egész ország az. Ebben az országban sok közömbös ember van, akit ez nem érdekel. De vannak barátok és barátnők, és mindig volt, és vannak rendes emberek, akikkel az ember kapcsolatban van. Hát miért higgyem azt, hogy ez itt mindenki ellenség? És különben az egész kultúránk, minden ide kötött. Miért menjek én egy abszolút idegen környezetbe? Egyébként a németekkel szemben sem. Én mindig csodálkoztam rajta, hogy voltak, akik azt mondták, hogy hát a németek, és minden német. Hát a lágerben is voltak németek. A revírnek az első embere, aki ott a revírparancsnok volt, az egy csodálatos német nő volt. Azt mindenki úgy emlegette, mint egy szentet. Rengeteg embert megmentett. Egy fiatal német kommunista nő volt. Hát egy remek ember volt. És német volt. És a lágerbe, Weisswasserbe, hát ott ült mellettem az a Démel úr, aki egy kedves, öreg ember volt, tilos volt neki beszélgetnie velem, ha SS-nő ott közelben volt, akkor persze egy nyekket nem szóltad hozzánk, de azért időnként lehetett vele beszélgetni. És elmondta maga tapasztalatait, és hogy mennyire fél, és milyen borzasztó dolgok jönnek. Én soha nem voltam annak a híve, hogy egyenlősítő jelet tegyek mindenki közé. Én nem tudok ezzel egyetérteni, de németekkel kapcsolatban sem. Időnként, ha kimegyek iskolába, kérdezik, hogy és a németek. német barátaink vannak, akiknél én évente vagy 2 évente vagyok náluk. Múlt héten voltak itt 1 hétig nálam a németek. Aranyosak, rendesek, és a németek speciál végig is gondolták már általában, mint ország is a felelősségüket. És ezt nagyon tudom becsülni. Ön szerint milyen tanulságokat vont le a magyar társadalom, vagy az európai társadalom, vagy a világ? Azt nem lehet úgy mondani, hogy az európai társadalom, meg a magyar társadalom, meg a német társadalom, mindenütt vannak különbségek. Emberre válogatja általában azért mindenütt, de azért abban van különbség, hogy hol gondolták alaposabban végig, és hol kevésbé. A németeknél azok alaposabban átgondolták, mint például az osztrákok vagy a franciák, de mindenütt bizonyos mértékig átgondolták. De a mérték, a mélysége ennek az különböző. Az, hogy általában az emberek azt mondják, hogy ez nem ismétlődhet meg, az általános. De azért van különbség abban, hogy ez milyen mély. Én szerintem a németek gondolták meg a legalaposabban, de nem is tehettek mást. Egyszer nekem egy német diploma, az, akit magyarra tanítottam, azt mondta, hogy ez úgy van, hogy az osztrákok is, meg sokan a magyarok közül is, meg a franciák közül is, meg bárki. Azt mondja, hogy mert a németek. Ugye ők kényszerítettek, ők vittek rá minket, hogy nálunk is legyen ilyen vagy olyan borzalom. Nem mi tehetettünk róla, hogy mutogatnak maguk mögé. Azt mondta, mi németek senkire nem mutogathatunk. Mi mögöttünk senki nem volt már. Nekünk vállalni kell a felelősséget. Na most ez érződik a németeknél. Nálunk is van, aki azt mondja, hogy a németek. És azt hiszi, hogy ez 1944 csak. Nem. Ez messze, még régebbre húzódik vissza. És én szerintem az a legfontosabb tanulság, hogy csírájában kell fellépni ellene. Nem akkor, amikor már nagy a baj, hanem az elején. Én is egy baloldali gondolkozású ember vagyok. És amikor azt tapasztalom, hogy baloldali gondolkodású emberek, akik őszintén azok, és azt mondja, én lennék rasszista ugyan, és jókat röhög a cigány vicceken, és nem zavarja a cigányokkal szembeni megkülönböztetést, csak nagyon-nagyon extrém esetben. Nem szabad mentegetni, elhallgatni a problémákat. De amikor azt tapasztalom, hogy a villamoson odébb húzódik, ha egy cigány véletlenül mellé ül, akkor ideges leszek, mert nem tudja, hogy az milyen ember. És mégis akármilyen, csak ha ránéz és látja, akkor rögtön odébb húzódik. Itt kezdődik. Az 1990-es évek óta a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége keretein belül rendszeresen tart előadásokat diákoknak gimnáziumokban arról, hogy önnel, önökkel mi történt Auschwitzban. Miért tartja ezt fontosnak? Először a Magyar Antifasiszták és Ellenállók Szövetsége kért föl erre. Ma már én nem az ő megbízásukból, hanem egyszerűen pusztán ismerettség alapján, mert ők először megkértek, hogy ebbe vagy abba az iskolába menjek, és volt olyan iskola, amelyik azóta is minden évben hív. És utána volt másik iskola, aki őtőlük hallotta, és egyszer csak hívtak. És itt a mi kerületünkben is az a bizonyos iskola, ahol itt szembe lakom azzal az iskolával. Fölhívtak, hogy nem mennék-e. És mondtam, persze, hogy elmegyek. Hogy miért megyek? Hogy meggondolkoztassam az embereket. Hogy szoktak reagálni a diákok? Nekem eddig általában nagyon jó tapasztalataim voltak velük. Egyszer voltam olyan iskolában, ahol azzal fogadtak a tanárok, hogy ezek vademberek, és hogy úgy számolják, hogy itt provokálni fognak, és mindenféle zűr lesz, és rendetlenkedni fognak. Ez egy ipari tanuló iskola volt, és azt hiszem hentes ipari tanulókat okítottak, és ott olyan rend volt, és figyelem, hogy a világon semmi probléma velük, nem volt, érdeklődtek. Szóval, ha valakit vezényelni akarnak, és ha erről beszélve azt mondják, hogy ha te valamit kérdezel, vagy ellenvéleményt mondasz, akkor mi rögtön levonjuk rólad a konzekvenciát, hogy te egy sötét alak vagy, akkor úgy is fog reagálni. De ha az ember megérti a gyereket is, akkor erre csak azt tudom mondani, hogy az a gyerek is úgy fog reagálni. De hogy felnőtt embernél is lehet probléma. 2 napja voltam egy olyan megemlékező úton, ahova azért mentek az emberek, hogy meglátogassanak egy ausztriai lágert. Tehát eleve egy olyan csoport volt, akik ezt komolyan veszik. És még egy ilyen csoportban is volt olyan ember, aki odajött hozzám, és mikor megtudta, hogy én nem ausztriai lágerben voltam, hanem Auschwitzban, akkor kérdezett tapasztalatokról, és akkor egyszer csak azt kérdezte, hogy az tényleg úgy volt, hogy vitték be a gázkamrába a gyerekeket is. Mondom ki, hogy ez tényleg úgy volt. És még egy ilyen csoportban is volt ember, aki rákérdezett, mert ez tényleg olyan borzalmas, hogy nehéz elképzelni. És hogy látja a jövőt, visszatérve egy picit azokra az elvekre, illetve eszmékre, amelyeket elmondott az öngondolkodása szerint, hogy ugye az embereknek jobban kellene egymást tolerálni, illetve hogy senki nem tehet arról, hogy hova, milyen szülőknek a gyermekeinek születik meg. Ez a fajta gondolkodásmód, ez mennyire elterjedt ma a jelen időben, illetve mennyire van esély arra, hogy ez akár szélesebb alapokon is elterjedjen? Ma is van etéren sok probléma szerintem, mert igenis vannak emberek, akik nagyon hajlamosak előítéletekre. Ma Magyarországon szerintem a rasszista előítéleteknek a legveszélyesebb és legrobbanékonyabb eleme nem az antiszemitizmus, hanem a cigányellenesség. Ott vannak esetek, amikor félek, hogy nehogy azt lejátszódjék nálunk, ami például Szlovákiában, pedig hát nálunk is volt már olyan, aminek nem szabad lett volna megtörténni. Szóval én mindenféle ilyen előítéletes gondolkozásnak hát nagy ellenfele vagyok, és mindenkinek mondom, hogy türelem és gondolkozni kell. De azért én bízom abban, hogy azért a világ előre halad. Vitatkoztam egy ilyen kisfiúval, hát nem olyan kicsi, 14 éves gyerek volt, akinek mélyen beivódott cigányellenes előítéletei vannak, és mondtam neki, hogy hát ezt nem lehet így, mert ez így szörnyű, és akkor magyarázta, hogy az ő osztályukban mi van, meg hogy van, meg mint van, és én is mondtam, hogy tudom, hogy mi van, meg hogy van, láttam egyet és mást már, és türelmetlen volt, és mondtam neki, hogy te gondolj arra, hogy ugye Amerikában ott égtek a külvárosok, és milyen balhé volt. Hosszú-hosszú ideig, ugye, és hogy a Martin Luther Kinget ugye lelőtték, és így tovább, és ma néger elnöke van Amerikának. Hát 50 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy Amerikában megválaszt a nép egy színesbőrűt elnöknek, 50 évvel ezelőtt a szemébe röhögnek. És egy gyerek rám nézett, és azt mondta, hogy nálunk is 50 évig fog tartani. És erre mondtam neki, hogy igen. Nem szabad föladni.